Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggel! This is Previously on Morning Show. Ez itt a Best of Morning Show. Azt a Feri Bari elsiklott a napon, amelyiken elhagyja a koronáját. Az ki siklottál? Hogy én. Uh-huh. Jó. Jó. Nem tudom, hogy mire vonatkozunk. Bari elsiklott a napon, hát még nem kell korona. A korona nem, az a hajkoronád. Van egy kis tévedés. Nem siklott, dehogy is. Hát még beszélünk róla bőven. Ferinek még mindig van. Még mindig van két hete arra, hogy rágyújtsom. Én várom a javaslatokat és a kisebb ajándékokat, hogy mivel tudsz rávenni, hogy igen. Rágyújtsak. Ja, hogy rágyújtson, de még nem siklottunk el olyannyira nem, hogy a nagy hajvágás december 22. Vagy 20, így van. 22-23, ezt majd még eldöntjük, kitaláljuk. 23-a az retro nap, tehát lehet, hogy már 22-dik. Azt ne roncsuk el ezzel. Tehát december 22-én történik a fogadásnak a lezárása, ami arról szól, hogy vagy Feri rágyújt, és akkor én nem tudom, mit kapok, vagy Feri nem gyújt rá, de ez a valószínűbb, és akkor viszont én hajat, vág, hajat vágok. Fél lábon is. Én szerintem az a baj, hogy ezt most egy javaslat, egy ajánlat, amivel érted. Egy szabad szemmel látható összeg. Hát vagy valami, hogy tudunk mi menni nyaralni a családommal, érted? Szerettek ti télből nyárba elmenni, nincs azzal baj, bírjátok ti a meleget, nem? Persze. Nézd, februárban azért ki lehet ütni ebből a jeges februárból egy-két hetet. De szép, nem? Az, persze. Utalvány formájában is tudjuk fogadni. A kessistát vesszük. Hát ki tudja, hát ha alá vagy fölé tudsz ígérni. Van egy személyiségfejlesztő tanfolyam 3 nap, január végén. És bejelentkeztem rá, nagyon jó kis tanfolyam, péntek, szombat, vasárnap. És visszamondtam a jelentkezést, mert rájöttem, hogy kopasz leszek, és nem akarok elmenni. Ja, péntek, szóval vasárnap 3 nap. Nem, rájöttem, hogy ott leszünk 800-an ezen, és mondtam, nem, ezt kopaszon nem akarom átélni. Más kérdés, hogy egyébként hogy fog kimenni, érted, vagy élni fél évig kopaszon, nem, most mondtam, hogy nem. Pedig jó volt az időpont, végre el tudok menni, nincs forgatás. Péntek, szóval vasárnap, és rájöttem, úristen, nekem akkor pont... Ez az első lépés a személyiségfejlesztésedben, hogy kopaszon oda mersz menni. Ja, ez már a próba. Hát persze. Ez már a próbatétel. A jóisten azért rendelkezett így, hogy ez pont januárban van, amikor te ráérsz lehetőséget. Olyan időszak van a tévézésben. Bejelentkeztem, de mondom, megyek. Vagy. Péntek, szombat, vasárnap, 3 nap, január vége. Ott a helyem. Nagyon régóta el akarok menni erre a tanfolyamra. És nem, visszavontam. Mondtam, törlés. Regisztráció törlése. Azonnal, nem, megbarátkozom. Meglátjuk. Mi lesz 23-án, hát 22-én. Ez szerintem jól fog állni. Nem, az a baj nem Feli. Az a baj nem. Ha menő vagy, viszont rágyújtasz utána. Ha igazán mennybe behúzzák, akarsz menni, és igazán rock and roll arc akarsz lenni, akkor ott abban a pillanatban, hogy az utolsó hajtincs elérte a padlót, fogsz egy rohadt nagy cigarettát, és itt a stúdióban egy brutál cipónygyújtó. Laci, lesz nálunk ilyesmi? Ig a tűz! Hátradőlsz, és azt kösz, Bali. Meg vagyok. Annyira vártam ezt a slukot. De már mikor kopasz vagyok, ha megmered csinálni. Hát a terv az szóval ez. Akkor kemény vagy, akkor azt mondom, hogy na jó, ezért megérte. És mindenki más is gyújtson majd rá, igen. Aki a hatásodra szokott le. Nem, senki ne gyújtson rá. Hétvégén is beszéltem egy emberrel, na. Egyébként tök érdekes volt a futó akción, ahol voltunk a Janival, volt egy, odajött hozzám egy férfi, aki azt mondta, hogy akkor kezdett el futni, amikor én 2 évvel ezelőtt itt ugye cirkuszoltunk, hogy milyen világ van, hogy már én futok az alkalmazással, ő is elkezdett, ő azóta futott 4 maratont, azt hiszem, és ő is így kezdte ilyen 120 kilósan, úgyhogy neki nagyon bejött, és most van egy ember, aki meg akkor tette le a cigit, amikor én szeptember 20-án. És azóta veled együtt? És azóta velem együtt, így van, ő se gyújtott rá, de nem javaslom, hogy akkor, hát már ideig kibírtuk, már ne gyújtsunk rá. Én egy ilyen tréfa cigin gondolkoztam, amikor meg lesz az akció. Legalább cigirágot gyújtsál meg, valami legyen. Hogy ettől nem szoknál vissza, nem? Tehát hát ettől vissza szoknál? Először nagyon rosszul leszel, állítólag az van ilyenkor, mikor 2-3 hónapig. Hát gondolod, a kiürült, szép, tiszta tüdődbe megint belemegy a füst, hát az vétek lenne. Olyankor az szokott lenni, hogy nem hiszed el, hogy te ettől rosszul vagy, és elkezded erőltetni. Hogy na még egyet, hát biztos jó fog ez esni, és mire jól esik, addigra pont visszaszoktál. Aha. Hogy majd látjuk. De a kis tréfa karácsony előtt az azért ezt megérné. Nagyon. Na figyelj, ha kemény vagy, megcsinálod. Te ne legyél puha, akkor már tényleg. Te tedd föl az íra a pontot, így, ha már elvesztettem. Elvesztettem a fogadást, hogy milyen pihent ötlet volt ez tőlem, tehát ez hogy tudtam én ezt így? Értem. Nem valószínű, az volt bennem tényleg, hogy annyiszor próbáltad már, és sose sikerült, hogy miért pont most.
Hogy miért pont most? Egy szürke hétfő, egy nyomasztó szerda, és akkor így jött így az ötlet, így a semmiből. Most ezt valamivel meg kell pörgetni. Legyen a hajam. Bedobok egy lapot. Toljuk le hajunkat. Jó, még van két hét. Hosszú az még. Bármi megtörtént. Nyugi, Bari, majd egy kézzel tudsz tapsolni, írja valaki. Hogy jön ez ide, hogy egy kézzel? A kopasz fejedre. Jó! Mert most ennek most nincs hangja valójában. Jó, teljesen kopasz nem leszek. Még egyszer mondom, azt nagyon sokszor mondtam, hogy nem tart kopaszra. Hiszen a melleden maradsz őr. A mellemben a hólom alatt, igen. Tehát nem arról van szó, hogy borotvával végigmegyünk. Jó, most hány centi? Hanem beállítjuk a nullásgépet 3 centire. Nem már! 3 centi! Minden héten megy egy 5 centi. Na jó, akkor 4. Tényleg sok áram? Ó, értem. Jó, legyen 4. Igazatok van. Tényleg kevés a áram. Kopasz leszel, aztán lett fél centi, 1 centi, most meg 1. 1. Tartom az egyet. Abból nem átrálok ki. Egynél lejjebb nem megyek. Egy. De följebb, igen. Följebb, nagyon szívesen. Egy-egy-kettő. Egy oldalt, egy hátul. Igen, följebb nem, de az egy centit azt vállaljuk. Na, gyorsan még egy-két SMS. Mit írnak a hallgatóink? Sajnos nálam nem járt a Mikulás, mert rossz voltam. Csúnyán viselkedtem a szerelmem, és elveszítettem, akit a legjobban szerettem. Nem kérnék más, csak őt. De szép. Hát, ugye az ember elkövet valamit. Igen, Valás, vegyél a Ferének egy új alfát, és marad a hajad. Miért kéne? Nem kell, jó ez nekem. Ti beállítanék egy 0 kilométerre, hogy elintézném, hogy kapjál egyet örökbe? Hát az újból, Giulia. Giulia? Giulia, a nagyból. Giulia, aki? Csak az olaszok tudnak adni egy autónak, hogy Giulia. Hát már volt neki ilyen, ugye ez már egy régebbi modell, illetve... De ez melyik a 156-os, ez mi? Ez a szájnem, ez a 166-os, a régi 166-os, a nagyon nagy autójuk most nincsen, és a Giulia azt csinálja. A Giulia, most nézem. A Giulia, az 24M a csúcsmodell belőle. És az nagyon komolyan odaver mindenkinek. Most hát, ha gondolkozol, akkor... Most mutatták be, olvasom, most mutatták be egy Frankfurtban, de még egy évet várnod kell rá. Egy évet várnod addigra kell meg visszanő a hajad is. És utána már nem kapod meg. Megkérem neked, de utána nem kapod meg. Ja. Igen. De egyébként tényleg szép. Tényleg szép. Ez egy... Ez veszettül néz ki. Ez a csúcsmodell az elég jókat tud. A négy ajtós. Ez a 166-osnak megfelelő? Ez, igen. Aha. Ez az. Nekem volt 166-osom. Régen imádtam, nagy volt, szép volt, gyönyörű volt, aztán ezt nem csináltak, és akkor most Giulia néven jön vissza. 510 lóerős. Csúcsmodell. Hát csak azért, hogyha véletlenül... Na jó, ennyit nem ér a hajam, gyerekek. Fél év alatt visszanő, azért ennyit nem ér a rohadt életbe. Biztos akkor van inkább, belőle olcsó. Akkor inkább a kopasság, igen. Az Alfa Romeo kívánatos blöffje. Hogy? Hát csak ott olvasom a cikk. Jó, hát valami ízősebesült hülye újságíró nyilván. Valami fogalmatlan barom. Valami alfa íri szerencsétlen. Valami hülyevel írt valami hozzá. Hagyjad már, Nihász izével jár valami. Nem ért hozzá. Nem tudja, hogy mi a jó. A szép. De egyértelműen jót úgyse fognak egyik autóról. Aki Merci rajongó, az nem szereti a BMW-t, aki BMW rajongó, az utálja az Audit, aki olasz autórajongó, az soha nem fog jót írni egy német autóról, mert ő az olasz autókban hisz. Én leginkább a német autókban hiszek, tehát hogy ennek ellenére nem azzal járok. Hát ugye. De hát egy kalandvágy volt. Én egy kalandor vagyok. Én egy kalandor vagyok. Miért járnék olyan autóval, amit szeretek, és amiben megbízom, és amit jónak gondolok? Dehogy is. Olyan, na mindenki tud járni. Könnyűen. Én járok vele. Cseréljük le. Könnyűen autóval járni, amit szeretek, és amiben hiszel járni. Olyan autóval, amiben egyáltalán nem hiszel. Szeretem a szervizek hangulatát. Azt az összehasonlítatlan hangulatot, azt az illatot, a srácokat, hogy dumálgatunk, az aggódó arcokat. Olyan rég volt már, hogy az izgulásra, hogy beülök, és aggódom, hogy elindul-e. Imádom a német autókat, ezért járok angol autóval. Bárki tud olyan autóval járni, amit szeret. Nézd meg a Ferit. Nem unalmas azzal járni, amit szeret. Érted, minden reggel úgy beülni az autóba, hogy tudod, hogy beindul. Hát ez most, érted, kinek kell? Kiszámíthatóság. Amatőr. Igen. Na, ha már autó, gondolkoztam Viki karácsony ajándékem. És... Egy új autó. Á, fenéket. Nem automániás. Nem automániás. Nem, meg új autót nem szabad venni. Az piros lámpánál, az első piros lámpánál egy negyedet bekapcsoltad a biztonsági övet a szalomba, és 20%-ot buktál, hogy kiurultál az első piros lámpáig, tehát nem szabad. Az már tényleg csak akkor, ha nem számít, főleg a nagyobb autóról van szó. De gondolkoztam rajta, hogy... Nem gondolkodom, igen, karácsonyi ajándék, hanem aztán elsegettem a gondolatot, és rájöttem, hogy inkább magamat lettem meg. Igen, inkább megveszem az új Q7-es magamnak, sokkal jobban tetszik. Meg kell az a legnagyobb boldogság, ha engem boldognak. Így van. Hát milyen feleség az, aki nem akarja igazán biztonságban látni a férjét, nem? Hát. Üljek egy rossz autóba, nem?
Mivel tudom boldoggá tenni a családomat karácsonykor? Ha vigyázol magadra. Ha boldognak azt látnak engem. Így van. Egy széles mosoly az arcodon. Hogy tudom magamat boldoggá tenni? Egy új autóval. Nézzétek. Nézd, Benni, milyen boldog apa. Ugye, hogy te is már jobban érzed magad egy kicsit a bőröt? Játsz te is a régi játékra. Ugye, hogy neked is milyen szép a karácsony, hogy apád nem vert meg ma már kétszer, annyira örül az új autójának? Na látod, hát akkor örüljetek annak, hogy én boldog vagyok. Nem, nem ezen gondolkozom, hogy el kell, hogy lopjam az autóját. A Vikinek? Nagyon jó ötlet. De miért? De ezt most miért mondom el? De miért? Témát csinálok, és utána nem tudom, nem... Aha. Mi lesz na. A karácsonyi olyan? Át kell konvertálni. Na most, hogy előtted az ötletet. Lopni. Most tudom, hogy nem hal. Igen. Tudom, hogy nem hal. Ellopatod az autóját, és utána visszaszerzed, mint hős. Hogy mi a terv? Egyébként nem rossz. Viki, én érted. Hagyd majd én visszaszerzem. Ne hidd a rendőrséget. Nem kellenek ide azok a nyomozók, akik a profik. Két fekete rendszám alapján. Így van, majd én tudom, hol lehet. Nem, arra gondoltam, hogy nagyon fázós, és ezért egy decemberi alkonyon ellopom az autóját, és teszek bele ilyen neki nincs benne, ilyen utólagos ilyen állófűtést, tudod, amivel itt ilyen kis kályhát szerelnek, bele egy hősugárzót, és akkor megnyomsz egy gombot, és meleg lesz az autóban. Aha. Egy kis kályhát. Egy kis kályhát rakod, igen. Klasszik villanyrezsó. A szelet, vagy a szenet. Egy ilyen hordozható villanyrezsó. Nem olyan drága egyébként. Én is tudok adni. Ebben ne investálj. Beüregél a kocsiba, és süt rajta egy rántot. Tehát ilyen kis két kerámia lapos. Abszolút jó. Meleget csinál. Igen. Van benne egy ilyen forró kis bűzét, kis csavart fűtőszál, azt kész. Kicsit porszaga van. Nem csak, ez régi szép emlékek jutottak eszembe, és arra gondoltam, hogy hátulról teszem be. Ez jó, ez miért kell ellopni a kocsit? Nem, azért kell ellopni a kocsit, mert bele akarok rakatni neki egy ilyen utólagos állófűtést. Rájöttem, hogy nem nagyon szeretem ezeket az utólag beépített ilyen összeeszkábált dolgokat, mert egy kicsit olyan, mint amikor régen neked volt egy kicsit gyengébb autód, amit elvittél tuningolni. Na és erre akartam kiukadni, hogy biztos sok olyan hallgatónk van, sok olyan hallgatónk volt a múltban, aki valamilyen úton módon megpróbálta felturbozni a saját autóját, ugyanis megnéztem, hogy vannak ilyen utólag beépített állófűtések. Betolod egy ilyen kis tuning műhelybe, és ott beleépítik neked ezt a kályhát. Igen. És meleg lesz az autóban neki, hogy ne fázzon. Az anyós ülés rovására. Jól mindent nem lehet egyszerre. Annyi friss fának kell bent lenni egy újtósnak, egy öngyújtónak. Német briketnek, egy kis háztartási koksznak. Igen. Minden reggel meggyújtom neki a garázsba, és abszolút meleg lesz. Csak aztán mondom, eszembe jutott, hogy nem nagyon szeretem én ezeket az utólag feltuningolt, ilyen beépített, nem tudom milyen dolgokat, tehát úgy, ahogy kijött a gyárból, az jó. De régen egy kicsit mindenki tuningolt a saját autóján. És ebből akartam én témát csinálni, hogy amikor volt egy Ladád, volt egy Skodád, volt egy Trabid, vagy akár ha most van autód, amit tuningoltál, milyen bűnt követel az ember a saját autója ellen, hogy egy kicsit nagyobbat tudjon vele dobbantani, jobban nézzen ki. Régi optikai tuningokról akartam beszélgetni, és arról, hogy milyen idézőjeles csalásokat lehetett elkövetni, hogy a te autód modernebb legyen. Ilyet régen mindenki csinált, ma már ez nem annyira divat. Hát ma már nem annyira csinálják, divat. Ma már profin csinálják. Igen, a persze. A régi az volt, hogy például a Ladáknál tudtál olyan kerékjárat szélesítést csinálni, ugye a négy kerék fölé, ahol popszegeccsel volt. A kasztira ráhúzva a műanyag elem, ami ugye úgy egy ilyen szélesítés volt a négy keréknél, de láttad, hogy ezt a valaki utólag ilyen popszeget se húzatta rá ezt a mackot, úgyhogy akkor az volt, de ma már vannak jók. Ma már vannak jók, igen, például amit én nagyon szerettem régen, az volt, amikor ilyen neon világítást tettek alulra. Rettenetesen prostó volt. Jó volt. Azt idézőjelesen szerettem látni, amikor elment valaki egy ilyen autó, lila 1-es Golf, Árpád hídon kiló 20-szal 2-esbe végig, és alul megvilágítva ugye az autó alatt a beton, ilyen mint, hogy neonzöld, vagy lilával megvilágítva. Se értelmese, célja, se funkciója, semmi nem volt. Hát dögös volt. Te jó. De és ez a gyújtással együtt indult, vagy pedig volt egy külön kapcsolat, bekapcsoltak, és akkor... És akkor mint egy neoncső. Régen jobbnak kellett eladnod az autódat, mint amilyen volt valójában. Skodád volt, Ladád volt, Kispolszkid volt, tényleg bármilyen autód volt, azon kicsit mindenki tuningolt. Vagy legalábbis megpróbáltál valami optikai tuningot rátenni, ha nem tudtál motorilag valamit tuningolni.
Hát aztán azt is meg lehetett persze, hogy kiütötted, meg chiptuning, meg hát annyi minden volt. Hát a ladáknál még nem volt. Ladáknál az még nem volt, persze. Most divat. És ami egyébként most a csúcs, azt láttam, hogy az ilyen modern gépjárműeknél úgy van, hogy kinyitod az ajtót, akkor az ajtó alulról lefelé világít, hogy te lásd, hogy belelépsz a tócsába, vagy nem. Hát te jó. De várjál. Nekem volt olyan autóm, ami a márkajelzést levetítette a betonra. Hát, ne! De. Én azt most láttam, az nem új. Nem, Feri, ez egy nagyon régi dolog, de... Én most láttam, hogy egy taxival mentem, kinyitotta a csávó, és a Skoda jele... És megvillant a Trabia. És a Skoda jele, egy szuper volt. Egy Skoda szuperbel mentünk. Van egy pici égő, és hogy kinyitod az ajtót... Skoda. Igen. Nekem volt olyan autóm, állattam, nem szerettem, hogy a tükörben, amikor megnyomtad, hogy te keresed az autódat, akkor fölkapcsolt a fényszert, és a tükörből magának a márkának a nevét levilágította a betonra. A márka jelet, a Skoda írja ezt az őt, sast, vagy mi semmi értelme. Semmi értelme. És most már láttam, hogy a Merjo jelet is csinál, tehát kinyitod az ajtót, és levilágítja a föld. Hallottad, hogy vannak már olyan autók, amiben van ülésfűtés? Beszarom. Hallottad, hogy az elmúlt 20 évben raktak klímát az autóba? Minek? Letekered az ablakot, ha meleged van. Mit szólsz az elektromos ablakevelőhöz? Teljesen, csak egy újabb meghibásodási pont. Tele van már elektronikával, mi a francnak? Én azt hittem, hogy ez tök új. Ez egy-két éves dolog, ez nem annyira régi. Belekéred hülye extra, belekéred, hogy megvilágítsa, levilágítsa, belekéred 100 ezer forintért, az automa, semmi értelme. De király. De jó. És becsukod az ajtót. Semmi. De semmi értelme. Ez azért jó, mert ha ezen egyszer átmész, akkor legközelebb autót veszel, már nem kéred bele. Tehát ez fejlődési folyamat, hogy az ember először minden, ha lehet és megvan a lehetőség. Ne ügyes, hogy kérsz, aztán már. De jó. Aztán már nem. Jó, de azért nem menjünk el mondjuk a legegyszerűbb optikai tuning mellett, a matrica mellett sem. Nekem a legnagyobb kedvencem, amit valaha láttam, ever and ever, az, amikor egy Swiftnek az oldalán láttam lángnyelveket felragasztva úgy, hogy a lángnyelvek előrefele néztek. Jézus úr! Ő valószínűleg tolatásban lehet rendszeresen. Igen. Jó. Igen. Tehát, és nagyon jó a Suzuki-t említem, mert a Suzuki-kat még a mai napig széttuningolják. Tehát vannak tényleg Swiftek, Suzuki-k, a vitarák, amiket széttuningolnak még mindig. És látod, hogy többet ér rajta a tuning, mint amennyit valójában az autó ér. Igen. A spoiler, a hátsó szár. Mondjuk ezek a régiekre volt jellemző alapvetően, és oda a kis Swift volt, de egy gyönyörű állapotban látszik, hogy nagyon vigyáznak rá, és a lángnyelvek előre néz. Hát lehet, hogy hátszélbe ment az autó, nem? Tehát olyan gyorsan ment, hogy egy ilyen hátszelet csinált maga mögött, és az előre fújt a lángokat. Na, drága hallgató, írjátok meg nekünk a régi szép időkre való tekintettel, hogy ki hogy tuningolta, vagy most még tuningolja az autóját, mert azért használtunk jelen időt, kezd azért ez kimenni a divatból, tényleg a neonzöld, neonkék, spoilerek, fényezések felnik, de mégis tényleg, amikor még alufelnére nem volt pénzed, de rátettél egy olyan dísztárcsát, ami úgy nézett ki, mintha pörögne az alufelné, és közelről láttad, hogy dísztárcsa, és brutálisan nézett ki, és 600 forintot ért a matricák, a spoilerek, ültetések, az emelések. Ki hogy próbált egy kicsit felturbozni a régi Honda CRX-ét? Emlékeztek a kocka CRX-re, meg a 406-os Peugeot kupékat nagyon sokat tuningolták. Volt egy-két jó. De azokat talán volt értelme. Opel Mantákat, hát az széttuningolták őket. Hát azt mondják, hogy az egy életérzés, ez a Mantás klub még mindig van. Tehát Mantás klub? Tényleg? Igen. De nekem is szar, neked is szar, tartsunk össze, ez arról szól? Nem tudom. Opel mondta egyébként, az Ammantát régen nagyon szerettem. Tehát volt idő, amikor azt gondoltad, hogy úristen, hát ha lenne egy Opel Mantád, akkor mekkora király lenne. Jó, oké, hogy próbálta tuningolni az autóját, írjátok meg nekünk. Mm-hmm. Fontos, hogy milyen autó, azt ne felejtsétek el, hogy Lada, Suzuki, Skoda 120L, mi volt az áldozat? Jó? Küldjetek el nekünk. Óvatosan fogalmazzuk meg a kritikákat, vagy pedig a kis cinkelésüket, mert dübörög a magyar Opel Manta klub. Igen, tényleg? Igen, hogy feldődött mantások álljanak a stúdió előtt. Felvonulnak a legközelebbi kitelepülésünkre. A legfrissebb bejegyzés december 5-ei. Tehát mit írtak? Lerobbantam, segítsetek? Háromnegyed 8 lesz, 4 perc múlva álló mindenkinek, drága hallgatók, itt vagyunk, és régi szép időkről beszélgettünk, amikor az ember még jónak gondolta, hogy kicsit feltuningolja a Hondáját, a Mantáját, a Swiftjét, a Ladáját, és villant egyet a haverok és a barátnők előtt, mert ugye arról beszélgettünk, hogy milyen, amikor az ember utólag beépít valamit az autójába, én gondolkozom azon, hogy Vikit meglepem egy ilyennel, nem nagyon hiszek az utólag beszerelt dolgokban, nem is nagyon szeretem, de lehet, hogy ez jó egyébként tényleg. A csajok fázósak, na, hát az van, hogy nem szeretik a hideget,
ugye hát mi nem nagyon használjuk a garázs, pedig van, és gondoltam, hogy akkor Vikinek beépítünk karácsonyra egy ilyen állófűtést, hadd örüljön, ne kelljen fáznia, és innen indult a témánk, ugye, hogy ki mivel tuningolta már a saját autóját, hát régen nem ilyen flancos dolgokat tettél bele, mint állófűtés, hanem tényleg teniszlabda, meg nagyobb felni, meg csillagküllő, meg nem tudom. És hát rengeteg SMS. De miért nem csinálod azt, bocsánat, hogy itt vannak ezek a kis Klassz FM-es kis melegítő csillagok, érted, mindig, amikor Viki megy valahova, osztogatjuk őket, tízet. Persze, egy 3-4 megpattint, azt bedobod az ülésre alá, aztán jó, meg is vagy vele. Igen, mindig, mikor vagy, mikor ráül kettétől egyet, és akkor utána megvagyunk, igen. Na, nézzük, mit írnak a hallgatóink, hogy ki mivel tuningolta optikailag, motorilag a saját autóját, és az hát mennyire érte meg. Nekem a Ladám kipufogójába a kukoricadarálóból kiszedett szűrő volt beszorítva, és ettől fütyült az autó. Ugye, mint a turbós. Mint a turbó, így van. Hát az fütyült. Hát ez reális volt egyébként, egy Ladában turbó van, de az abszolút, abszolút jó volt. Tényleg, a kukoricadarálóak, mert ugye annak különböző méretű szűrői voltak, attól függően, hogy milyen szemcse finomságú darát szerettél volna készíteni. Hú, de okos. Igen. Az E30-as piros BMW tuning, ültetés, sportkipufogó, sportkormány, üvegfóliázás, és a lényeg az MS-jel. Hát igen, az MS. Ugye? Mert hát akkor az mi az MS? Az MS az egy ilyen tuning csomag tulajdonképpen, egy M-paketes egy autó, az ugye azt hiszem, nem tudom, hogy az motortuningot is jelente, de optikailag biztos, hogy a BMW-nél az M csomag az egyfajta tuning csomag. Az ott a Mercedes, mint a Brabus. M-betűt vetted meg, tehát a csomag persze, nem hát volt. Valójában igazi csomagot te nem vettél rá, hanem megvetted magát az M-betűt, és akkor az egy ilyen tuningolt BMW-t jelent tulajdonképpen. Az exem anno Trabit tuningoltam, ülésfűtés, automata ablak, meg volt ültetve, spoilerezve. Azért ezt elemezzük, hogy elektromos ablak a Trabiba, ülésfűtés, automata ablak, azért mennyit kellett rá költeni? Mennyit költöttél rá? Anyukámat mindig kézifékezve, megpörgetve vitte télen. Évi küldte nekünk. Síp a kipuffogóban. Bármilyen autónál, de főleg Trabiban volt a király. Mit célt szolgált? Az egy ilyen hangtuning volt? Hát ez a turbó. Vagy a turbó? Turbó, persze. Nem, senki nem gondoltam, hogy a Trabantban turbó van. Na, de az nem tudom. Ez érzésre megvolt. Lehet, hogy gyorsabban ment tőle. Nem tudom. Engem. Skoda 120. 14-es felnivel Renault ülések. Hoppácska. Új, de szép volt. Renault üléssel. Megvan ez? 5-sebességes Lada váltóval. A legjobb autóm volt. Utólag is köszi, apu. Jók vagytuk, SMS-ben kaptuk. Köszönjük szépen. Trabi 601 türkiszkék limuzin. Fater lecserélte a diagonál gumikat radiára. Sokkal jobban ment ettől. Igen, kis finomság. Jaj, Istenem, Lada 2107, hófehér, vágott rugók, ültetés miatt sötétített ablak, a forgatott, szélesített Lada felni, heggesztett divi. Mekkora szakszavak ezek, úristen. Láttam Skoda 120L-t az elején brutális légbeömlővel. Te basszus, a Skoda farmotoros. Valukapit ennyire nekünk, de ugye? Jó. A Skodában az volt a jó nekünk, igen. Volt 120 L-ünk volt nekünk is. Az L az ugye valahogy longot vagy a luxust jelentette. Hát ugye, ugye? 120 L. Mi akkor a Bogdáni út környékén laktunk, mire az Árpád-hídhoz értért, felforrt a vize. Aha. Tehát nem tudtál, én nem tudtam eljutni az Árpád-hídtól úgy a Margit-hídig, hogy már kétszer ne kelljen félreállnom valahol. Mert, és figyelted a hőmérőt, mert fölforrt a víz, álljunk meg. De nem az, hogy mit elérted a határt, leértél Baratonra. Nem. A Margit hídnál nagyjából a rakparton felforrt a vized. Na azt jó. A Skoda üzemszerűen tudta. Na jó, de üzemszerűen. Addig hány elismerő pillantást beszélhetél a szimpla Skodásoktól. És tudod, hogy szerettem kispockiból átülni Skodába? Anyámiknak Skodája volt. Hát más, az élet császára voltál. Rúgos ülések voltak a Skodában, 120 magasabban ültél kicsit, mert vagy olyan volt az ülés, emlékszel, hogy kicsit úgy érezted, hogy magasabban ülsz, láttad a kocsi elejét. És kisposzki után, mondtam, gyerekek, az úton vagyok, mindenki menjen innen, jövök. 120-el. És amikor rakparton félreállsz, mert fölforrt a vizet, gyönyörű. Hát ez a gyönyörű történet. Néztek mi? Parasztok. Ugye? Csak megállok egy kicsit pihenni. Tudod, akik kitett könnyökkel mentél, mert már nagyon menő voltál. Skoda 120. Azóta ízületes a bal könnyököt, tudod. Konkrétan ilyen nem tudom mozgatni a könyökömet, annyira fáj. Tehát, szóval akkor így kellett vele menni. A férjem Dacia alá körülbelül 80-as micsoda kör csövet tett kipuffogó gyanánt, ezt végig a hátsó lökhárító alatt vezette el. A hangjától mindenki szívinfarktus kapott, ha adott egy gázfröccsöt a piros lámpánál. Nani küldte nekünk. Ford Escort 1.8D.
Opa! Teszem hozzá, gyönyörű kék színűek voltak általában, Escort 1.8D, csodálatos. Felrakadtam rá egy hatalmas VRC szárnyat, fehérvári benzinkúton mellém állt a rendőrség elfogó TT Audi, és fogták a hasukat a röhögéstől, rommá oltottak, nagyon ciki volt. Úristen, tényleg ezek a hátsó szárnyak. Ezek a hátsó szárnyak, amikor ezeket itt felraktad, még a Subaru Imprézán se néz ki jól, én utálok mindenféle hátsó szárnyat, de amikor tényleg ráraktad egy ilyen 1.8D-re... Tudjuk, hogy teljesen felesleges, semmit nem segített rajta. Igen. Semmi nem állt olyan jól az egy darab ezüst Dodge Cheek, mint a kis Polszkimnak. 1002-es Lada koppány kipufogó sportkormány, 1005-ös Lada műszerfal, kifordított BMW felni, Sirocco első ülések. Nagyon raj volt, Gábor küldte nekünk. Ó, de szép mondatok ezek, igen. Azt mondja, hogy én a 120 LS Kodámra vettem egy zöld cikszalagot, és a gépháztető csomagtartót és a tetejét áthúztam vele háromszor. Hát, olyan mutatós volt a három csík benne. Azt elhiszem. Zolika küldte nekünk. Van egy hallgatónk is, halló, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Hello, na te mit tuningoltál? Szia, én Patkós Balázs vagyok. Szia, hello. Szia, igen, itt vagyunk. Igen, lehet, hogy most sokan felsikoltottak, mert éreztem, hogy tartottál egy 4 másodperces hatásszünetet a neved után. Igen. Hát, hogy vártál, hogy mi is bemutatkozunk. Rákóczi Péter és Sebesi Balázs Vadolyán. Gondolom, azon szubkultúrának, ahol te tevékenykedsz, ez mond valamit, de nekünk kevesebbet. Segíts, Léci Balázs. Mondjátok, mi lenne a szükségetek? Mi nem tiszta? Ja, hogy mi nem tiszta. Ja, hát kérdezzük. Hallgatom a műsort egy jó ideje. Picit azt látok, hogy szakértőként majd te osztasz meg, mert igen, majd néhány klasszikus tuning tippet, trükket. Igen, tehát a hallgatóink szoktak bejelentkezni és elmondani egy történetet, nem mi szoktunk a hallgatóknak mesélni. Hogy mit mesélnél, vagy mit mondanál? Hát a legelső gond igazából az, hogy ugye a hatóságok ráfeküdtek erre a dologra elég kőkeményen, és amit itt elhangzott, az gyakorlatilag az minden szabály ellenes. Tehát nem úgy működik, mint külföldön, hogy megveszed a terméket, és akkor beérek a forgalmi engedélybe, hanem itt sajnos ezekre jogszabály nincsen. Tehát gyakorlatilag minimális dolgot lehet az autón átalakítani, és ezzel gyakorlatilag a forgalomban részt venni úgy, hogy az mindenféle vizsgál rendőrnek megfeleljen. Tehát dupla koppány kipufogót nem tehetek a Ladámra csak úgy. De most már vannak olyan, pont a kibufogóban van egy magyar termék, ami konkrétan műbizonyos, és ez műszaki vizsgálatot kezdve mindenhol megfelel mindennek. De gyakorlatilag ez iszonyat ritka az a termék, ami tényleg nyugodt szívvel, úgy nekünk kötelességünk elmondani, mi az, amiért gond van, gond lehet, vagy pedig nyugodtan mehet az autóval az ember. Oké, ez van most, de minket most alapvetően az érdekel, hogy mi volt régen, tehát hogy a klasszikus, régi, jól bevált, már egy picit már mostanság cikinek tűnő tuningokról beszélgetünk éppen. Hát igazából beszéltetek erről a neonszetről, meg a világítószerű sapkáról, mondjuk voltak ez még konkrétan keményebb verzió is, például a álszéktárcsa, a hátsó dobfékes autóra. Elő mondjuk egy 260 mm átmérő féktárcsád van, hátul pedig egy 320 mm-es, egy ilyen, hát mint a CD diszk, konkrétan átjuggatva, azt elhették az autóra, és ugye hátul álszéktárcsa néven üzemelt a dolog. Tehát igazából olyan sok minden volt, meg van is ilyen pillanatban, már ezek ugye elkoptak. Mi volt a legnagyobb baromság, amivel találkoztál? Hát figyeljetek, annyi mindennel találkozok, hogy borzasztó. Ezek a szigetőszalagos megoldásoktól kezdve, a tényleg a kókányolások, a vágások, a faragások, ezek iszonyatosan érték a korszakot régebben. Most már ezek elkoptak, tehát nincsenek igazából. Már csak a profizmus. Hát a dupla kipufogó jobbról, balról, egyik oldalon tényleg füstöl, egyik, a másik az meg ugye nem, mert így az kamu, ez egy álkipufogó. Nagyon sok minden. De például a neon, amit mondtatok, az egy drift, ugye egy cirkuszi feelingből drift előadásokon lehet látni, nagyon komoly japán és amerikai versenyeken, vagy európai versenyeken, amikor egy olyan hangulatot tudnak ezzel okozni, ugye, hogy tényleg sikít a nép, és világít a szerepsapka, meg a kerék, meg minden, meg a stroboszkóp hatás. Ezeket igazából nem tudtuk annyira köpködni. Nyilván utcai autóknál, amikor ilyet lehet testen elvenni, akkor az általában ugye a Suzuki sok. Sajnos, ezt szívesen alkalmazták, de ez is be van tiltva. Jó is ez, kell az, jó, nincs ez. Ez is már be van tiltva, tehát ennyi. Jó van, köszi, hogy elmondta, ciao, hello van, köszi, ciao, hello, ciao. Szia. Gyorsan nézzük még egy-két SMS-t, hogy mit írnak a hallgatóink. Azt mondja, hogy
Kockalada hátulját Lada Niva rugóval megemeltük. Ha öt ember ült benne, nagyon megült. Ha ketten ültünk, akkor brutál magas volt a hátulja. Boldogak voltunk az első autónkkal, ez kb. 15 éve volt. Én Békés Csabán a 123-as Mercim hátsó rugójába tettem zsiguli rugókat, hogy a romániai gázolajcsempészéskor ne érje le a segge. Ez 2000-es évek volt, Karcsi küldte nekünk. Nissan Sunny volt 17 évesen az első autón, brutális zene volt benne, hófehér volt, az elején tűzlángok pakírta nekünk, reméljük jó irányban feltett tűzlángok, nem úgy, ahogy azt Jani elmesélte. Azt mondja, hogy nekünk a Trabiban annó nyitható volt a hátsó ablak, és egy brutális traktor duda is be volt szerelve. Kaszkó matrica szétvágva, csáó köszönés felragasztva. Megvan? A kaszkóból csáó. A kaszkóból csináltak a csáó matricát. Jézus! Igen, Tibi küldte nekünk. A napmondása ritka, mint a Honda Civic gyári kipufogóval. Ó, de szép volt a kis Honda Civic-ek, de szép a kocka Civic hátul, de szerettem még a kocka lámpás hátsó Civic. Szépek voltak. Akkor. Nekem még volt egy 16 szelepes 1.8-as GT Mitsubishi Coltom. Szintén, amikor még nem jöttek a lekerekített Coltok, hanem még a kocka lámpás hátsó. A Kispolszkiból egy olyanba ültem át. Esten keltem császár vele. Voltál mi? Arra emlékszem, hogy a Kacsopongrác felüljáron éjszaka úgy jöttem le, hogy így pörögtem vele, tudod? Háromsávos felüljáró, hullámvasút, tél, csúszott az út, senki, kicsi alászett, gáz, kézifék. Gondoltam, picit kirakom a segét, így jöttem le. Friss jogsiva, hármat pörögtem, de senki nem volt, igen. Egy 8 GTI, akkor? Hát az császár Kispolszkival, az nagyon, nagyon nagy szám volt, és Kispolszki után. A minap láttam egy 20 éves lila Seat Ibizát, brutál hátsó szárnyal, Lexus hátsó lámpa, elől BMW Angel Eyes, fergeteg volt, Miki küldte nekünk. A ladákhoz lehetett kapni kis sípot, amit a kipufogóba kellett rakni, hogy olyan legyen, mint a turbo, amiről ugye beszéltünk. Anyám Suzuki-en sportmatrica van elől a motorháztetőn, ez legalább három lower. Jaj, de jók ezek az SMS-ek, úristen. Két kazettás leveltő hangfalas magnó megvan? Nekem Trabantó volt, a két hangfal ment hátra, a kazettás egység a kesztyűtartóba. Még Equalizer is volt benne. Ezt Gábor küldte nekünk. Metál zöld Trabim elejére egy törött kamionról leszedett Fiat Iveco feliratot szereltettem. Akkora volt, hogy alig fértem. Miért? Miért tettél fel egy Trabantra akkor egy Fiat Mit hittél, amikor azt felraktad? Jaj, de szerettem, így van. Lada tuning váltókart elfűrészeltük rövidekre, koppány dob dísztárcsa, sárvédő szélesítés lavorból. Ezt bátya küldte nekünk, köszönjük szépen. Aztán, ha láttátok volna a bordó zsigámat, hátsó ablakon maffia ráccsal koppány kipufogóval. Hátsó ablakon maffia. Hát azt a maffiára azt nem értetted, mert hogy az tényleg nem volt jó semmire. Hátra már nem láttál tőle, árnyékolta, ott a izét, a hátsó ilyen kalap tartott, nem tudom. Semmi értelme nem volt. Semmi, de valahogy mégis. De valahogy mégis működött, igen. Figyelem! Az adás most felvételről megy. Balázs, Feri és Jani most pihen. Ha a téma ismerős, olyan, mintha már hallottad volna, az nem a véletlen műve. Ez itt a Best of Morning Show. Pár nappal ezelőtt az egyik internetes portálon láttunk egy... hát egy megvalósult rémálom ez a kép címe is. Egy bútorszállító leborult rakománya volt látható az M5-ös autópályán Kiskunfélegyháza közelében. Az utánfutó a szalagkorlátnak ütközött, és a rakománya leborult. És hát ebben nem is lett volna semmi baj, ha nem tudom, mit tudom én, szénát szállít, vagy mit tudom én, vizes palackot, vagy teljes dobozokat. Trágyát például, de kiderült, hogy egy szerencsétlen család holmiai és személyes tárgyai hevertek az M5-ös autópályán olyannyira, hogy beborították az M5-ös autópályát. És hát amit ugye nem akarsz látni, amikor te elköltözöl, az az, hogy felborul az a kamion, ami viszi a te életedet, az emlékeidet, az otthonodat mobilformában, és az összes személyes dolgodat, személyes tárgyadat, hát megnézed a képet, és elszorul a szíved. Hát hogy tört minden. A leborult szekrény, a székek, a fürdőszobai alkatrészek, a tévé, az éjjeli szekrény. Szóval minden ott hever az autópályán, és a megdöbentő az, hogy a tűzoltók söprűvel söprik össze, takarítani kell. Gyengéd mozdulatokat tolják le a pályáról. Gyengéd mozdulatokat tolják le a pályáról, így van. És arról beszélgetünk majd a hírek után, és ebben a témában várjuk az SMS-eket is, hogy kinek milyen tapasztalata van már költöztetésről. Amikor is megérkeztek a munkások, mihez hogy nyúltak hozzá, mit hogy emeltek föl, mit törtek össze, mi történt veletek költöztetésnél, mi tűnt el, mi nem lett meg soha, milyen állapotok fogadtak benneteket a kirakodásnál.
mert hát mindenki költözött már legalább egyszer, és biztos, hogy van személyes tapasztalat. Talán nem ennyire durva, de biztos, hogy van. Ez nem? A zongora költöztetésről tudok beszámolni, illetve pianinóról, a negyedikről, amikor is a mesterek félúton megálltak, mert hogy nagyon elfáradtak a pianino cipelésében. Ez igaz, vagy egy ilyen városi legenda, nem, vagy ezt te hallottad? Ezt én személy szerint láttam és átéltem, de a haveromék jöttek negyedikről, költöztek el, és úgy álltak meg, hogy nem a lépcsőfordulóba fáradtak el, hanem a lépcsőn. Amikor letették a pianinót, akkor mondtuk, hogy de fiúk, ez nem lesz jó, mert el fog indulni. Az nem indul el, mert van nálunk gurtni. Kikötötték a gurtnival a lépcsőkorlát legfelső pálcájához, amit nem tudom mennyi egy ilyen pianino, de mit én biztos van 500 kiló. A nemes egyszerűséggel a pianino elindult lefelé, és gyakorlatilag az egész korlátot letépte, mint az állat, és beállt a harmadik emeleti lakónak az ajtajába. Aki kinyitotta a bejárat, illetve leült és eljátszott a fürelést. Kopogni tetszettek, gyerek. Igen, egy zongora, mindig is erre vágytam. Úgyhogy a zongorát, a lépcsőkorlátot és az alatta lakónak az ajtaját betörni. Csak ezt a hármat egy izével. De hogy állsz meg? Hát a 45 fokos lépcső. De hát, hogy fáradsz a rutinban? Jó, ilyen van. Van egyébként ilyen megfáradás. Én is láttam olyan kollégát. Hát a fordulóban persze. Hát nem állsz meg 45 fokos szögbe, vagy 30 fokos szögbe. Hát hogy? Mondja, te láttál ilyen kollégám? Persze, hát nekem voltak azért költöztető ismerősem, én is egy időben éltem ebből a munkából, csak mondjuk mi speciálisabban könyvtárakat költöztettünk, de volt ott is olyan klasszikus páncélszekrény cipelős epizód, amikor Imre és Lacika vitték együtt a páncélszekrényt, Imre meglehetősen nagy darab, nagyon jó fizikumban lévő egykori erőemelőként az egyik oldalon, a másik oldalon pedig Lacika, Lacika picit rozogább kiállításban, és a Lacika például folyamatosan kiabált, hogy nehogy leted, mert nem tudok többet felállni. És konkrétan, tehát hogy ő olyan merev lábakkal vitte végig, hogy nehogy véletlenül berodjon a térde, mert onnantól kezdve rászakadt volna az egész súly. És azért, amikor föntről lehozol egy ilyen páncélszekrényt, ugye gurtniknak a segítségével is, azért az nagyon-nagyon oda tud. És Lacika letette? Igen, hát de Lacika utána nem tudott leülni egy fél napig. Állt így. És a nap is lesz. Igen, állítólag vannak már ilyen nagyon profi cégek, akik tényleg kijönnek, mindent becsomagolnak, bepakolnak, átvisznek, kicsomagolnak. Igen, van ilyen, ez is megegyezés tárgya, hogy ők csomagolnak ebbe, vagy pedig ti csomagoltok be, mert hogyha adott esetben ti azt ígéritek, hogy mindent bedobozoltok, nekik oda kell menniük megfogni a dobozokat és felrakni a teherautóra, és ők oda mennek, és nincsen bedobozolva, akkor simán fel is tehetik a kezüket, és azt mondják, hogy akkor köszönjük szépen, nem. Igen. Tehát, hogy azért ők is látnak horrorokat. De persze. Nekünk is volt olyan, hogy megígérték, hogy összecsomagolják a lakást, és amikor oda mentünk, akkor még sült a krumpli a tűzhelyen. Az menő. És tudod, visszad a izét, visszad, ahogy hívják, a forró olajat. Fritőzzel. Hát, hogy meleg legyen, mert legyen meleg itt a másik lakásban. Hát, nem vicce. Itt elkezdem, ott befejezem. Az igazán menő költözködők, nem? Igen, hát, és ezek a cégek már elég profi, nyilván. És van egy-kettő ilyen, akik ezt így intézik, de hát vannak kevésbé profi cégek is. Úgyhogy, drága hallgatók, írjátok meg nekünk, kinek milyen tapasztalata van. Elsősorban tényleg azt várjuk, hogy nem amikor ti költözködtetek és bénáztatok, hanem amikor valaki más kezébe adtátok úgymond az életeteket, és azt mondtátok, hogy jöjjön ez a cég, vigyen át minket A-ból B-be, csomagoljon be, tegye be a kamionba, szállítson át. És már a belépésnél láttátok, hogy a két csávóval nincs minden rendben. Teljesen aszimmetrikusak, az egyik nagyon magas, nagyon alacsony, picit tintáznak, össze-vissza beszélnek, rossz dobozhoz nyúl, átesik rajta, és éreztétek, hogy valami nem stimmel. 3:48 lesz pontosan 5 perc múlva, jó reggelt. Kívánom minden morning show hallgatónak, itt vagyunk, folytatjuk, és a költözködésekről beszélgettünk, mert hogy hát mondhatni, hogy egy család, de furán szólok, eddig nem így nem, szóltam. Nem, tök jó szólsz. Miért szólok ilyen szólán? Mindegy. Hogy ti ugyanúgy halljátok? Nekünk ugyanolyan. Egy család. Miért folog szurán? Ha nem folog. De vajon miért folog ilyen szurán? Ha fáradt vagyok, úgy tudom keverni a más hangzókat, ahogy sehogy. Miért folog ilyen szurán? De vajon miért folog ilyen szurán? És erre senki nem képes, csak én. A két szó elejé más hangzott, kicserélem fejben. De vajon miért? Szóval egy... gondolkoztam, hogy lehet még egyet kavarni a dolgot. Egy család rémálma vált valóra, amikor is... De tényleg ilyen héliumos hangom lett. Ne, bánts már, Zsűl.
Amikor is kiömlött a családi... Hát ezt így nem tudom folytatni. Zsú, nem hallod? Süketvány? Cseréljetek fülhallgatót. Zsú, miért nem hallod? Süketvány? Mi van veled? De miért nem hallod azt, amit ő hall? A fülesemben. A saját fülesében. Egy család rémálma vált valóra, amikor is kiömlött a szállítmányuk az M5-ös autópályára. És arról beszélgetünk, hogy ki milyen költöztető céget hívott már meg magához, akik hát bénák voltak, de most tényleg nem arról, hogy ti költöztetek és ti bénáztatok, hanem amikor egy profi cég, akit ti megbíztatok, elkutyult dolgokat, elkevert, eltüntetett, vagy éppen összetört. Itt a család esetében látszik, hogy ezek nem profik voltak, akikkel költöztettek, vagy pedig a család nem dobozolt ebbe a cuccokat, mert itt gyakorlatilag úgy néz ki, mintha egyszerre csak így levették volna a falakat a cucc körül, tehát ahogy a lakásba el voltak helyezve, a székek, az asztal, képek mindenfelé, mindenféle ilyen izék, ilyen vödrök, számítógép, monitor, semmi sincsen becsomagolva. Mert ez mindig, minek csomagolnád, mert úgy, hogy fölteszed a kanapét, és a kanapé erre már a monitort rá kell tenni, meg mellé a tévét, és a kettő közé a kis párnát berakod. Hát nem szezen? Hát itt egy profi költöztetővel ülünk egy. Igen, ez egy utánfutón volt állítólag, és az utánfutó borult föl. Mindenesetre szegény családot mi nagyon sajnáljuk, szörnyű. Tehát amikor odahívták a tulajdonos, és látod mindenedet az M5-ös autópályán. Na, de hát ilyen mással is megtörténhet, ugye erről beszéltünk a hírek előtt, és kértük hallgatóinkat, kértünk benneteket, hogy írjátok meg nekünk, nektek milyen tapasztalatotok van már különböző cégekkel költöztetés terén. Hát egészen elképesztő SMS-ek vannak, hogy ki mit tapasztalt, mikor szeretett volna költözni. Néhányat csak. Megjött Stan és Pan, így indul az SMS. Gondoltam, megkínálom egy itallal, a sofőr le is vert egy felest azon. Ez jó, hogy maga is biztos kér. Jó. Ezután Stan leült, mivel ittasan nem dolgozik. Óriási. Cipelhettem a bútoraimat, Zseni. Azonnal. Ásványvíz, kávé, üdítő, pökfölös fülve. Jaj, nagyon szeretem. Pár éve, mikor költöztem, haverok ajánlkoztak segíteni, az új lakás Vekerlén az első emeleten lett. Sokadik körnél megyek be az udvarba a cuccokkal, azt látom, hogy az egyik srác áll fönt az erkélyen, a másik lentről dobálja fel a cuccaimat. Megunták a lépcsőzést. Aztán dobálás közben az egyik srác kiszakadt, vitte a szél a fehér neműmet az udvaron az új szomszédok előtt. De jó. Anita küldte nekünk. Volt barátom, költöztetett, és mesélte, hogy költöztettek egy családot, egy vidéki családot vidékről panelba. Mire visszavitték a cuccokat, a család összes tagja Lábújhegyen mászkált, és suttogott, és csitított mindenkit, mert azt hallották, hogy a panelban vékonyak a falat. Egyébként így van, csak talán kicsit túlzásba estek. Anika írta nekünk. Ez megtörtént, írja Zoli. Költöztetés, a lakó kérdezi, az a táska hogy kerül magához? Mire mondja a költöztető, hogy a fia adta a másik lakásban, hogy ez is mehet a többivel. 40 millió forint volt benne. Zoli küldte nekünk. Bátyám költözött a negyedikről, kocsmából hozott segítséggel, az első kanyarban kinyílt a szekrény ajtó, és 2 millió hullott szét a lépcsőházba. Marcsi, üzente ezt nekünk. Jó, azért, amikor a kocsmából hozod, nem? Kocsmából hozod a segítséget, azért az is kemény. Itt van még egy hallgatónk, halló Robi, jó reggel, ciao. Halló, szia, jó reggel, sziasztok. Mi történt veled? Szia. Hát mi egy mamit költöztettünk, és hát pakoltuk az autót, az egyik fotelnek a lába kiesett, mivel hát a mami az bedühödött, és hát egy kővel bedobta a szélvédőt. Jaj, picit túlreagált. Hát igen, és akkor hát itt még nem volt vége a balhér, akkor hát a főnökömnek is elgurult a gyógyszer, hát akkor az a közelköző fotelt azt már ledobta vissza az autóról, hát kiadott egy parfést, és akkor ütötte az autót. Az ott rendőrségi... Igen, igen. Hát mamában volt vitamin. Igen. 80 év dühe, az kijött szerintem. De azért, mert hogy kiesett az egyik bútornak a lába. Igen, igen. És hát, mama kicsit berágott. De, hát nem kicsit, és akkor rendőrség lesz meg, hát bíróság. Egy fotellábból. Hát igen, és ráadásul tényleg nem, tehát vittük a fotelt, és csak így kiesett a lába, tehát nem egy... És mama ott leront a kocsihoz, felkapott egy követ és bevágta a szélvédőt. Hát ott kint állt a kapuban. Szemet szemért, fogad fogért, értelmes fotelláb. Mit csináltunk meg, mit? Megfogott egy kő, és így bedobta, hát az oldalsó szélvédőt. Hát berepett csak, de nem, de nagy balhé volt. Köszi, hogy elmondta, ciao. Hello, hello. Itt van egy másik hallgatónk is, hello, jó reggel, ciao. Jó reggel, sziasztok. Hello István, veled mi történt? Hát én egy évig dolgoztam egy költöztető cégnél, egy vidéki cégnél, és akkor a főnököm szólt, hogy
fiúk úgy készüljetek, hogy egy ágyban fekvő nagymamát kell. Eltöltöztetünk 100 kilométerre. 100 kilométer. Egy ágyban fekvő nagymamát, nagyon jó. Igen, és akkor mi ugye azt hittük, hogy le kell hordani a butokat, mindent, és akkor felpakolunk, és kész. És erre, amikor oda menjünk, senki nincs a családból ott. A szomszéd nyitott ajtót, és mondta, hogy hát srácok, a nagymamát is ágyal együtt vigyőjtek. Hát mikor ott mit tenni, felraktuk a teherautóra. Nem, hanem hogy a fiú, mert nem engedték el a munkahelyéről, majd fent találkozunk városban, ahova vittük. Tehát akkor gyakorlatilag akit elköltöztettetek, az a főnököd volt, meg a főnököd családja? Nem, akit a főnökömnek szólt az egyik ismerőse, hogy fel kéne vinni a nagymamáját hozzá, mert ágyba fekvő, és csak ugye nem tudott lejönni hozzá. Aha, és a nagyit vittétek föl. Így van, így ágyal együtt vittük le. És mit betakartátok meg? Az ágynak majdnem eltölt a rács alatt, a szegénykém egy 110 kilós nagymama volt. Figyelj, és a nagyi vette, hogy Platón utazik? Te tetszett neki, dumált, röhögött, mosolygott? Hát érezte, hogy azért ez egy nagy dolog, hogy Platón költöztetik? Hát nem örült neki, de utána már poénosra vette. Annyit mondott még a sofőrnek, hogy légy szíves, tegyél már egy olyan táblát, hogy élő állat szállítás. Nagyinak volt humora. És ilyen ponyvás plató volt? Vagy ült igen, a nagy egyén után ponyvás plató volt. Egy volt. Zseni. Zseni. Hát azért hogy utazol egy ilyen ponyváson hátul, nem? Emeld az elejét! Gondold el a lakók, akik látták, hogy nagyit pakolják fel a ponyvás. Hát akkor megérkeztünk ugye ebbe a nagyvárosba, ahova vittük, és akkor csak néztek a szomszédok, hogy egy nagymamát, hogy is így, akkor vettük lefelé ágyjal együtt. Zseni. Nagyon nagy sztori. Nagyon jó. Köszi, hogy elmondtad. Ciao. Szívesen. Sziasztok. Hello, hello. Szia, ahogy jönnek le a cuccok a teherautóra, egy kredenc, egy hősugárzó, egy nagymama. Igen. Ismerőseim mentek költöztetni egy idős nénét a hetedikről. Volt ott egy régi kétajtós diófa szekrén, szépen le volt ragasztva, hogy ne nyíljon ki az ajtó. Nekiálltak négyen, de nem bírták megmozdítani. Mondták a néninek, hogy a polcokat szedje ki. A néni azt mondta, nem lehet, mert belepakolta az összes ruháját. Ja, na ő így csomagolt. Atya Isten. 6 éve, amikor költöztünk, úgy gondoltuk a férjemmel egyszerűbb, hogyha ők pakolnak össze. Majdnem elsírtam magam, amikor láttam, hogy a könyveket és a tányérokat egy dobozba rakja. Szóltam neki, hogy ez így nem lesz jó. Azt mondja, hogy jól van ez így. Hadd csináljam én. 8 hónapos terhes voltam. Noa küldte nekünk. A költöztető cégtől kijöttek ketten. Ebből az egyik közölte, hogy neki fáj a dereka, és nem tudja megemelni a három részes ülőgarnitúrát, így a másikkal együtt én emeltem, és küldte nekünk. Azért az is, mert jó napot, nagyon fáj a dereka. Le kell, hogy üljek. Csak maga mindenki jött. Elnézést, nem tudod segíteni. Nagyon jó. Én olaszban dolgoztam profi költöztető cégnél, egy baki volt csak, lefagyasztottuk a család 50 éves örökség szobanövényét. András küldte nekünk. Költöztetők a 200 ezres tévémet úgy vágták be a furgonba, hogy miszlikekre tört. Párbeszéd a következő volt. Törékeny volt? Az anyádat. Drága volt? Az De még mit gondol a tévénő, hogy ez nem törékeny? Hát, aki bírja. Igen. Szintén pianinót cipeltek a fiúk, csak mire felértek a negyedikre, kiderült, hogy a szomszéd háztömbbe kellett volna vinni. Péter küldte nekünk. Nálunk a költöztetéshez három fiatalember jött, a nap végén a Samsung hűtő össze lett karcolva, a dohányzó asztal eltörve. Mindez 60 ezer forintért remek volt, írja Levi. Egy hűtőt hoztunk le a másodikról, mire leértünk és felemeltük volna, beraktuk a kocsiba, egyszerűen ketté esett. Legalább a lépcsőt kibírta, kaptuk ezt is SMS-ben. Köszönjük szépen. Valaki azt írja, hogy ő egy profi céget bízott meg, mindene meg lett, kivéve a munkapult a konyha szekrényből. Tehát amint dolgozol, ők se tudják, és ő se tudja, hogy hova tűnt. Teljesen nyomtalanul. Minden eltűnt, írja nekünk. Jó, hát azért mi könnyen elkallódik át. Igen. Mi új dolgot kaptunk, szürke volt a tévénk, határozottan fekete lett. A márka stimmel, csak a szín nem. De működött, úgyhogy nem szóltunk. Kicsit nagyobb, mint a régi. Egyszerre két lakást is költöztettek valószínűleg.
Atyaisten. Srácok, az volt a habatortám, amikor a kandallómat elhagyták a platóról menet közben. És lerongyoltak vele egy Swiftet. Az a kandallóm, ne törődjetek vele, engedd, de hagyd a fenébe. Gáztattál? Nem, akkor valamit elhagytunk. És látod, hogy egy Swiftet darabokra tör a kandalló. Adjad, nem érdekes. Mindegy. Atya úristen. Na jó. Hát köszönjük szépen az SMS-eket, nagyon jó jöttek. A fotó alapján és a hír alapján nagyjából erre számítottunk, hogy a hírhez hasonló SMS-eket kapunk majd. Best of Morning Show. A Morning Show legjobb pillanatai. Hát ez miért fejtem mindig el meg? Azért, mert hogyha megetném másfél kiló kolbászt. Na, ne csak úgy lenyomott. Most kávét hozzam. Kávé, valaki hozzon egy kávét. Most kávét, aztán megint kolbászt. Lejjünk a Kosztába, vagy a Starbucksba egy kávét bajnak. Sok tehelyet, egy dupla lattét bajnak. Nem, valamiért mindig mindent elfelejtek, lehet hűlök. Ez a már öregségi? Ez így van. Nem, nem hűlsz egyébként. Leépülés. Így picit azt érzed? Pusztulnak az agysejtek? Mind veszed észre? Mind veszed észre azt, hogy öregszel? Azon kívül, hogy ott van hátul az a kopaszfoltod, amiről senki nem beszél, mert nap mint a tos. Megcsillan a napfény. Ahol sütkéreznek a serkék. Hogy mindig... igen, a plac, ahol kijárnak napozni. Így van, a beach. A plázs. Így van. Ők oda járnak napozni a plázsra. A bőrbeach. A bőrbeach. Hogy miből veszem észre, hogy öregszem? Na. Hát, hogy én vagyok az öreg szem. Jaj, nem már! Jól van! Na, jól van, akkor csináljuk így. Én vagyok az öreg szem. Mindenki elkapcsol. Csak a sport után érzem. Egyelőre más jelen állam nincs. Tehát a sport után érzem. Hogy fáradtabb vagy. Nem a fáradt, csak a másnapi kicsit olyan helyek jönnek elő, ahol eddig nem fájt, vagy ha három napig mondjuk nem edzem, vagy nem csinálok semmit, és utána elmegyek, és edzem egy jót, akkor meg tudok halni. Másnap, tehát valahogy sokkal lassabban regenerálódik a testem, ez az egyetlen, amiből érzem. Tehát elhűlni nem hűlök el, meg nem vagyok haklisabb, meg nem vagyok türelmetlenebb, meg semmi. De csak nem veszed észre. Lehet, hogy az ember nem veszi észre, de még nincsenek jelei. Hát ezt ti tudjátok, ti már közelebb vagytok az 50-hez, mint a 30-hoz, hogy milyen jelei, mit kéne érezzek. Hát 38 vagyok, még azért hadd ne érezzek semmit. Még hadd legyen egy-két szép éve. Majd így 45 környékén már azért meglátok egy ilyen fehér köpenyesnőt, azonnal izgulni kezdek, hogy orvosi kivizsgálásra megyek, vagy urológia. Ez a baj. Na, akkor már tényleg öregszel, hogyha a fehérköpenyes lányt meglátod, akkor az jut az eszedbe, hogy valamilyen vizsgálat következik, és nem pedig azok a felnőtt filmek, amikben ők is szerepel. Mondják már nevet, négy óráig itt ülök az STK-ba, hívjanak már be végre férvét. Elnéz, és kész, már a leletem is rettegsz. Úristen, mi történt? Nem éreznem kellene valamiből? 38 évesen? Mit éreztek ott az 50 felé? Hát ez, mi van veletek? Nekem is ez a váratlan helyeken előjövő fájdalom, hogy így megyek, és semmi gond nincsen, de tényleg semmi, és egyszer csak így benyilal a térdem, és utána pedig fél napig kiderül, fáj. Kiderül, hogy százaszögbe léptél egy szannába. Ja, igen. De a lenyugvónapnak van még ereje? Meséljetek, hogy van még ereje a lenyugvónapnak? Mi csoda! Igen? Most még jobban. Jó, nem azért, hát csak ti mondom. Mert érzed a pánikot felé. Most már, akkor még oda kell tenni. Én minden zuhányzás után úgy jövök ki a fürdőszobából, hogy a két kezemet feltartom, és... A harmadik hallökönben az ajtó. De minden szex egy öröm ünnep, és azt mondják, hogy de jó. Tehát, hogy nem? Nincs az, hogy egyre hosszabb ideig fekszel mesztelenül kiterülve az ágyon, mint egy béka, nagyon ver a szíved, és azt mondta, hogy minek kell, nekem nem kellett valamennyire meghajtani. Ja. Mint egy béka, nem, hát nincs, erről a Feri tudna beszélni. Nagyon jó. Nincs ilyen? Nyissablakot, megörülök, nincs oxigén. Vizes török közében a nyakadba, semmi? Nincs ilyen? Bírja az ember 50 felé? Jó, hát ezt megtapasztalom. Még mindig olyan nyomás van benne, érted? Mindig meg kell kérdezni. Nem verted be a fejedet? Nagyon. Olyan vagy, mint egy nem is tudom, mit csodam. Gőzborotva vagy? Bármikor bárkit a föld körül pályára állítani, köcsém. Egyébként szerintem az ember azt érzi, hogy máson gondolkodik, mint 20 évesen, nem? Mármint máson? Hogy... Úgy. Nem úgy, hogy más nőn, hanem... Ja. Hanem úgy a gondolatokban érzed először szerintem, hogy öregszel. Szerintem a gyerekkel érzed. A gyerekkel érzed, többet merengsz ezen azon, mi lesz, ha nem leszel, ki lesz a következő, aki meghal a családba. Ilyeneken gondolkozom, hogy mi lesz, ha nem lesz. Kint olyan magasra, mint én. Vajon ki lesz a következő? Lesz-e hozzám méltó? Remélem, a családban senki nem ezt a hivatást fogja választani, de hogy a gondolataimon érzem, hogy úgy egyre többször foglalkoztat olyan dolog, ami régebben még nem foglalkoztatott.
Az elmúlás. Halál, az elmúlás, hogy látod-e a gyerekeidet felnőni, hogy mikor lesz az a pont, amikor tőlük te elköszönsz. Nagyon sokat gondolkozom a halálon, de nem akarom, hogy öngyilkosok legyetek ti is most a hangulata. Hogy, nem. Hogy ugye mindig minden megosztasz. Engem csak az örökség érdekel. Akkor beleveszlek. Hát, ha ennyi év után érted valami. Mit kapaj, Jani? Megkapod alá a nagy távcsövömet. Az jó. A távcsövömet megkapod. Mit csinálnál vele? Nem tudod hova tenni. Nem tudod hova tenni, elbillem a házikót. Azon fantáziáltatom. Azon szoktam gondolkozni, hogy ugye az élet arról szól, hogy mindent, amit tudsz, megosszál másokkal. Az örömödet, a bánatodat, a barátságot, a szerelmet, a gyerekeket, az átélt élményeket, hogy ne egyedül éld lehetőleg ezeket meg, hanem legyen kivel megosztani, mert egy emlék, egy élmény se ér annyit, ha nem tudod kivel megosztani, mintha lenne valaki, aki ott van veled egy naplementénél, utazik veled egy utazáson, vagy csak egy átélt élménynél. De lesz egy út, amikor basszus, tök egyedül leszel. Ez volt valamit már meg. Egyedül. Nem, bármilyen életed volt, bármennyi embert szeret, bárki van melletted és áll az ágyadnál, mindenkire vár egy út, amikor nem lesz ott melletted senki. Igen. És igen? És én ezen szoktam gondolni. Hogy az milyen lesz az az út? Szerintem az a lényeg, hogy odáig ki van melletted, és az, amikor te elindulsz az egyedül útra, ott ki fogja a kezed. Hogy van-e, aki ott fogja? Az de, egyedül... hogy van, de hogy lesz egy pont, amikor mindegy, hogy milyen életet éltél, mindegy, hogy mekkora családban, milyen szeretete, milyen mélységben, van egy út, amit mindenkinek minden helyzetben egyedül kell megtenni. Ott senki nincs. Csak te vagy. Csak te vagy. És azon mindenki végig megy kivétel nélkül. Ja. Nem szoktatok ezen gondolkodni? Ja, ilyen mélyek leszünk. Én azt hittem, csak arról fogsz beszélni, hogy utolsó 3-4 csepp mindig a gatyába megy. Nem teljesen ezen. Ezen nem gondolkozom. Ezen nem gondolkozom. Hát akkor... Töröld meg, használj WC-papír. Az egy egymásodpercnyi szerintem az az út. Vagy nagyon hosszasan mész. Jó, tehát... Feri, én szerintem az ott a baj, sok, szerintem mész, nem. Sokat? Szerintem nem, az egy nagy meló. Azt szerintem nem egy másodperc. Én kettő között vagyok. Még ilyenekről, hogy ez nem, maradék lehet. Életkedeteket lehet. Is elvegyen? Nem vetted el. Szerintem, mert én kettőtök ezen vagy, szoktam. Mert Feri ugye nagyon-nagyon ragaszkodik így tényleg így két lábbal a zsíros anyaföldön. Így van. És milyen jól mondtad. Látod, ez is milyen szép a zsíros anyaföld, meg gazdagatat. Balázs meg egy picit túlpörgeti szerintem én a nagyon, dolgot. Én egyre többször. Órákig majd mész ott egyedül a fehér fényben? Vagy én ránézek a gyerekemre, és arra gondolok, hogy de fura, hogy egyszer már nem leszek neki, meg ő se lesz nekem. És hogy lesz egy pont, ahol el neki kell köszönni. Neki fura, neked már nem lesz. Te meghaltál. Igen, neki de hogy vannak már gyerekek, akikért úgy vállalok felelősséget, hogy egyszer ott hagyom őket. Uh-huh. És hogy milyen rossz, hogy én segítettem abban, hogy ők megszülessenek, de tettem egy baromi nagy terhet a nyakukba, hogy majd ezzel éljenek együtt, érted? Tehát, hogy önző a szülő, mert azt mondja, hogy legyen gyerekem. Azért, igen? Mert aranyos, mert cuki, mert szép, mert megy, mert nevet, mert mosolyog, boldogát tesszük egymást, de és hogy közben mennyi hagyom, mindent vállalsz te ezzel, és teszel az ő nyakába. De ő majd ugyanúgy teszi a másik nyakába. Értem, hát ez a természet törvényszerűségem. Hát ebbe azért ne pistuljunk bele, hogy mi meghalunk egyszer. Nem pistulok bele, ne pistuljunk bele. Ne pistuljál bele. Veletek azért ilyen még kicsit mélyebb. Mekkora lesz a Tórez, ha belepistulsz? A túlvilágon is lesz kolbász! Ott van igazán kolbászból a kerítés, a mennyországban. Bármi ilyenről egy kicsit mélyebben, hát nem lehet, mert Tórez van. Hát nem, mert Tórez lesz, ha belepistulsz. Feri nem egy hangfalba temetetné magát, mint a mobilszám, hanem egy füstölőbe. Az biztos. Nem, ez a válaszom Jani kérdésére, hogy inkább ilyenekben érzem az öregedést. Hogy sokkal többet morfondírozol, és megérintenek már olyan pillanatok, amin 5-10 éve még abszolút átsiklott. És az azt mondod, örökké élünk, és ma már minden nap eszembe jut, hogy nem élünk örökké. De nem pozitív. Nincs időd. Hogy ebből ne látszik, hogy van a kétségeid, mert hogy nem pozitívan kezeled ezt a dolgot. Tehát nem úgy gondolsz rá, mint mondjuk adott esetben egy újrakezdésre. Tehát, hogyha mondjuk jelen esetben mondjuk a reinkarnációra gondolok, nem egy újrakezdésben gondolkodom, hanem abban, hogy úristen, mi lesz velük, amikor majd én már nem leszek, és itt maradnak, és akkor mennyi terhet raktam a nyakukra. Miért nem úgy képzeled el, mint mondjuk a Jedi visszatérve, amikor Darth Vader ott lobogott a mágián, és de már ott álltak az asztráltestek, a kis Yoda, ott volt Obi-Wan Kenobi, ott és volt Darth Vader, és a kis Luke megkapta az új űrsiklót, a Darth Vader űrsiklóját, és hát, majd Benny is azt mondja, hogy végre enyém a kecó, tudod. De nektek nem szokott, nem? Nincs ilyen elmúlással kapcsolatos gondolatotok soha? Vagy így jön a karácsony, és egy kicsit jobban megérint, meg elgondolkozol rajta. Én nem kötöm magamhoz annyira, hogy gyereket ilyen drága ajándékokat. Könnyebben fogja tudni elengedni a Janit. Én azon is szoktam gondolkozni, hogy 38 éves. Ha minden stimmel és minden jó, akkor körülbelül van még 30 nyaram.
És ettől lever a víz. Lever a víz. Így fog elmenni. Szorongani kezdek, hirtelen éjszaka felriadok, vízes a lepedőm, így magzatpózban fekszem mesztelenül az ágyon, lever a víz, és azon gondolkozom, hogy 30 nyár. Durva. Ha jó, ha minden stimmel, és az élet nem azt mondja, hogy nem adok annyit. Elveszek egy kicsit, nincs már 30 nyarat, Bali. És ne gondold, hogy van 30 nyarat. Elkezded az élményeket gyűjteni? Nem, mert nem nincs ilyen, hogy lemaradok. A vikit. Nagyon sűrű 20 éven volt. Hát, annyi minden történt, hogy ha most meghalok is, nagyon sűrű 38 volt. Tényleg nagyon sok minden történt. De gondolj bele, 30 nyár. 30 ősz, 30 karácsony. Hát mi az? Semmi. Tulajdonképpen semmi. 30 nyár. Semmi. Ha vigyázol magadra, és minden rendben van, mert akkor leszek 68. Hogy kiszámoltam? Ugye? Érted? Azért nem véletlen vagyok, aki vagyok. Bizony, elmenj magdatussal a sokba, azért nem rossz teljesítmény. Leírt a kóbert. Sok a 30 nyár, kérdezem én. Hát nem. Tudod, mi a kevés? A 30 disznóvágás. Az kevés. Bizony. Basszus, évi egyet számolsz, akkor az. Ugye? Tehát gondolj bele. Hogy a 30 ősz, a 30 karácsony, 30 tavasz, amit imádok. Basszus. Nem sok. Basszus, nem sok, ha belegondolsz. 30 darab. 30-szor éled még át azt nagyjából, hogy tavasz, hogy most lehet, hogy írják, hogy a 100 éves vagy persze, akkor meg 50, de ritkán élünk 100 évig. Hát az már csak 200-300 szex. Nem, az nálad 30. De 30 nagy. De 30 óriási. Évi egy is rendszeres. De az olyan, hogy akkor a szomszédok is rágyújtanak. Így van, akkor már kijönnek a vizék. Akkor Lőrinc ünnepel. Akkor kijönnek a polgárbőrök, bak meg. Igen, akkor áthívják a rendőrséget csendháborítás miatt. Szóval inkább szerintem itt érzi az ember. Nem azon, hogy most nem tudom, mitől félsz, hanem agyban, gondolatokban. Szoktatok gondolkodni rajta, hogy milyen legyen a sírotok? Mi szoktuk például. Nem már! Na például az ezen az nem. Az igazi tatterkedés. Jó, tudod mi lesz? 5 év múlva meg fogod váltani előre a síreidet. Ne, azt és, te csináld. De, és meg fogja csinálni a kis izét. Ne tegyél terhet a gyerek egy nyakába. Hamvasztasd el magad és szórasd magad a Dunába. Járjon tudod ki, miért? Nem, járjon ki. Ne járjon, ne kösd a gyereket. Ne járjon. Járjon ki, nem nekem jó az apámhoz kimenni. Igen? Igen, jó, hogy hazamegyek új kígyós, és kimegyek az apám sírjához. Na, én meg akarok. Félbe. És nem ver meg, mint régen. És ott vitatkozol vele, hátratett kézzel. Emlékszel, pater! Emlékszel! Ez is 80 ezer volt ez a rohadt kő! Márvány! A rohadt életben, hát nem értem meg. Igen? Igen, szerintem az olyan jó. Már hogy nem az maga, de hogyha nem lenne a sír, hogyha a hamvasztottuk volna... És ki mész egy ilyen? Ezt nem akartam, nem, ennyire nem akartam. A Vidám reggel ébresztő műsor. Tartsatok velünk, ébredjetek ti is velünk. Ha hamvasztottam volna apámat. Érted? Igen. Akkor most kimennék. Ha kijöttünk volna 30-ból, ha számlát se kinek, akkor... Nem a pénz, hát pont ez, de nem a pénz. És kijárnék egy létre, ahova szétdobáltuk az öreget. Hát az milyen? Hát nem ahova szétdobáltuk az öreket. De most komolyan. Nem, én azt mondom, hogy például van már olyan temetés, hogy beleengeded a Dunába, és akkor ott elmész a Duna mellett, és mindig eszedbe jut, hogy a... Beleengeded a Dunába. Beleengeded a Dunába, és az jut eszedbe, hogy egy bármelyik részek szombat este belezik a Dunába, akkor lepisülte az apám. Hát, de nem, te tudod, hogy nem, hát nem pisülte le. Szóval igen. Hát nem tudom, de... 30 karácsony. Ja, mert hogy... De jó. Hát igen. És úgy nem sok haszna van, hogy csak szétszórtátok, nem? És mi ez? Hát vigyél ki palántákat. Közös parcella? Hogy mivel gondolkoztok? Nem, kőben. És mindig a feliraton szoktunk gondolkodni alapvetően, hogy mi legyen a felirat. De mit kell még azzal is szellemeskedni? Nem mindegy. Móni azt szeretné, nem szellemeskedünk ma, Móni azt szeretné, hogy az legyen rajta, hogy itt is együtt. Én meg a kötés és a birtoklás nem szabadulsz! Nem szabadulsz! Itt is együtt az enyém vagy a rohadt életben! Egy záradék, vagy pedig a nőkövessel meg fogom beszélni egyébként, hogy oké, itt is együtt, de figyelj, itt van még 50-es, de írjatok oda, hogy a rohadt életben. Figyelj, csak így lehet, hogy szembe, hát a szemébe röhögsz. Nem tudom, én is ezen gondolkozom, hogy... Nem tudom, melyikünk hal meg előbb, drágám, de én biztos, hogy vidékre költözöm. Nem, valamit kell rá, tehát, hogy egy picit megkökentőbb legyen, egy picit másabb legyen, tehát ne a letargia meg, ne a szomorúság, hanem mit tudom én annyi, hogy ne lopd el a virágot. Az egyébként jó. Valami. Igen, Józsi, elviszed a virágot, megtalálnak. Jön a fiam, levágja a kezedet, tudom, hogy te lopod a virágot. Valami ilyesmi kellene.
Mi arról sokszor beszélgetünk a barátaimmal, 67-en vagyunk együtt, akik gyerekkorunk óta. Ültek szomorúan egy asztalnál. Mindig előjön. Mindig meg. Azok ki lesz az nem első? Nem vagyunk szomorúak, nem vagyunk szemrák. Bármikor is találkoztam, hogy szomorúak lettek volna. Jó arcok. Lassan 25 éve nyomjuk egymást. Ki lesz az első, ki lesz az utolsó? Nálunk ez visszatérő téma állandóan. Hogy egy ideig ott vagyunk majd egymás temetésén, de lesz egy pont, amikor valaki utoljára marad. Neki a legrosszabb, tehát senki nem akar nálunk utolsó maradni. Aha. És hogy általában megszavazzuk, hogy szerintem te leszel az első, és megmondjuk neki, hogy a jelenlegi életvitel szerint ebbe 10 év múlva beledög lesz, ha így lesz, és minden héten két évben szavazunk, hogy most szerintetek ki lesz az első. Szóval ezek előjönnek basszus, hogy az ember öregszik, nem? Bele. Na mindegy, drága hallgatók. Mindenkinek nagyon jó kedvű reggelt kívánunk, és tessék jelentkezni játékra. Melyikre? Nem tudom. De minek? Mit ilyen? Már ne játszanak. Erre a 30 évre minek? Mi a felének játszunk? Hány játék még? 30-360 mondjuk. A Csabinál mondjuk mennyi lenne? 362. 30 évig az hány morning show még? Mi nem akarom 30 évig csinálni. De 30 évig az még hány morning show? Hát 300 van körülbelül egy évben. Akkor az 10 év alatt 3000. Így van. 9000-szer mondhatom már csak, hogy jó reggel. Aha. 9000! Érted? Hogy elhusson az, érted? Sicsus. Így elmegy, hus! Aha. Most biztos van egy-két média mogul az országban, vagy lendő média mogul, aki azt mondja, hogy csak hiszitek. Igen. Nem, ő még Ibizán van. Csak hiszitek. 30 nincs már és ebben. És még mindig kunyúrok a stroboszt. Fiúk, nincs ebbe 30, hazajövök, nagy baj lesz. Az adás most felvételről megy. Balázs, Feri és Jani most pihen. Ha a téma ismerős, olyan, mintha már hallottad volna, az nem a véletlen műve. Ez itt a Best of Morning Show. Elegem van a kukiból. Igen? Hogyhogy? Elég. Elegem nem kérek több kukit. Elegem van. Nem akarsz kukit? Unom a kukit. Kelli feküdni? Unom a kukit. De tényleg, aha, nem kérek több kukit. Hát akkor ne akarja új műsort. Egy új műsor, egy új kuki. Ezek mások kukiai? Ez mindig más kuki. Más kukia. Aha. Én hűséges vagyok a kukihoz, nekem elég egy kuki, de mindig kapok új kukit, és nem kérek több kukit. Aha. Érted? És elmondom azt is, hogy tolakodó miért nem. Tolakodó kukik? Ezek tolakodó kukik. Mindig az arcomban nyomják a kukit. Ugye, ott valaki igen, odaáll és az van, hogy mindig az arcomban nyomják. Érted? És meg kell tapiznod őket. És egészen közelről, valaki mindig az arcomban nyom egy kukit. De és nem kérek több kukit. Tessék? De elfogadod? Nem, tudomásul veszed? És mindig elfogadom a kukit, mindig mondom, hogy értem, köszönöm, elfogadom a kukit, és utána újra az arcomban nyom valaki egy másik kukit. Nem akarok az arcomba több kukit. Hát emberek, karácsony van. Még se lehet így hát érni karácsony van. Kukikkal. Értsétek meg, hát miért kell az ember arcába kukit nyomni karácsonykor? Bármikor, bármilyen internetes oldalt megnyitok, nem tudom a ti okos telefonotokon most ez beindult-e a kuki üzem, a kuki nagy üzem. Felugrik egy kuki. De most egy körülbelül egy hónapja mindig el kell fogadnom a kukit. Így van. És hát lassan már tényleg hajlok afelé, hogy elfogadjam a kukit. És már rámentem, hogy elfogadom, értem, kuki. És újra és újra jó, kukit nyom az arcomba a telefonon. Nem tudok jelenetet tenni, így van. Akkor jöjjön, aminek jönnie kell. Miért kell? Karácsony előtt megindulnak a kukik? Vagy karácsony előtt több kuki van? Vagy kuki volt eddig is, csak eddig rejtett kukik voltak. Most be kell vallani, hogy neked kukid azzal van. Azzal szakorvoshoz kell fordulni, ezt tudod. A rejtett kuki. A befelé kuki. A befelé kuki. Szerintem kuki eddig is volt, csak most ugye kiteszik például a kukikat. Az origó, nézzek, az origót, itt van. Tök igazad van, amúgy. Használhatatlanná válnak az oldalak. A weboldalon kukikat használunk. Egyébként tökre örülök, hogy ti a weboldalon kukit használtok, de ne nyomjátok bele az arcomba. És bármikor bármit megnyitok... Az kinek a telefonja, nem csodálkozom. Bármikor bármit megnyitok, jön a kuki. És csak azután tudok valamit csinálni, miután végre elfogadtam ezt a kukit, hogy az ne legyen ott a képernyőn, hogy el tudjam olvasni a cikket. És nem elég egyszer elfogadnod a kukit. Nem. Minden egyes interneten új kuki befogadónak kell. Nem igaz, hogy egyébként ez a tetves telefon mindent le tud egyébként menteni, meg ezek az oldalak, amikre felmész, érted? Mindig kapsz mindenféle személyre szabott ajánlatokat, amik olyan információkból gazdálkodnak, amiket nem is adtál meg, vagy nem is akartál megadni. Ezeket mind el tudja menteni, az összes személyes adatodat. De azt, hogy elfogadod
látogattad, igen, azon az oldalon, amit naponta 50-szer látogatsz, akkor ki most már kezdem én is magam felhúzni rajta, mert ténylegesen így van, hogy akárhányszor felmegyek a kedvenc oldalamra, mindig előjön ez a tetves felirat. Jön a kuki, de régen nem jött. El az összes kukit. De régen nem jött. Most tényleg, mintha felmész Origo, és egy. Azonnal megjelenik, hogy kukit helyeznek az oldalon. Na, ez hát a Tyson Fury-tól hallottuk. A weboldalon kukikat használunk, hogy a legjobb felhasználni évigyújtunk. Részletes leírás vagy rendben. De én nagyon rendben. És ez mit jelent? Tehát ő figyeli az én böngészésemet, és akkor ő küld nekem különböző ajánlatokat. Tehát látja, hogy az a kuki, az nem kuki. Hát ezek a sütik, nem? Akik figyelnek téged. Tehát a kuki az, amikor te fölmész utána a booking.com-ra, a bookingon megnézel egy országnak egy bizonyos szállodáját, és utána te ajánlatban azt például megkapod. Tehát figyeli, hogy te mit böngészel, ez a kuki lényege. És ha nem fogadom el, akkor mi van? Ha én nem vagyok kukista. Nincs az, hogy nem tudsz menekülni, mert érted, felteszi neked a kérdést az oldalt, hogy süti vagy kuki. Te azt mondtad, hogy süti, jó, de előtte egy kis kuki. Laci, mi a kuki pontosan? Nem tudom ennyire pontosan. Nem tudod, te nem tudod. Nem tudod. Mire jó a kuki, Laci? Autentikus volt. Nagyon gyenge vicc, most ezzel rögünk, de most ezt komolyan kérdezem. Tehát, hogy maga a kuki, mit csinál? Mondd el, Laci, nem mered elmondani, hogy mi van a kukival. Ez nem te gyerekek, vagy. Gyerekek, ez ennyire veszélyes dolog ez a kuki, hogy még nem, a Laci is nem, az, hogy mindenki hallott róla, mindenki látta, mindenki találkozott, az senki nem tudja elmondani, mi is az hogy valójában. Hogy mi a kuki? És miért kell nekem befogadni egy kukit? Azt mondja, hogy felismerik, ha a látogató már megadott felhasználó vehet és jelszót használ, mérik, hogy hány ember használja a szolgáltatást, adatokat elemez, néhány különleges szolgáltatás a fizetés működésének engedélyezésével, ami nem működhetne ezek nélkül, a kukik nélkül. Ha mellőzi a kuki használatát, tudnia kell, hogy a legtöbb funkció és az oldal nem fog az elvártaknak megfelelően működni. Na, de akkor a kuki... miért figyelmeztet? Várjátok, igen, tehát a kuki eddig is volt, mert tudtál fizetni, egy csomó szolgáltatást igénybe tudtál venni, tehát kuki eddig is létezett. Most miért kell szólni? Ki mondta azt, hogy mától szóljál, hogy neked kukid van? Hívjuk fel kukit. Ugye? Hát mindenképpen. Komolyan mondom kukit, szerintem, ha kuki tudja. Hívjuk ha fel más kukit. Nem, akkor kuki. Van kuki telefonszámunk? Van. Hívjuk már fel kukit. Majd csörögjük rá. Miért csinálja ezt? Érted? Mert kukik eddig is voltak. Gyorsan mielőtt a kisenik a programigazgató megadja. Így van, csörög. Neved föl! Neved föl csörögjünk rá, hát ha már ébren van, lehet, hogy éppen most valahol kerozint lopat Cessnája. Gyakorló repülés. Ez mi? Ez magánszám, akkor jó az enyémről. Húha, várjál. Most versenyzünk egymással, mi is a programigazgató, ki kéri előbb. Hívjuk fel kukit. Ne nyilatkozz! Ne mondj neki semmit. Cuki. Jaj, nekem nincs benne. Cuki? Ki az a cuki? Kuki, ott van. Megvan a szám. De ki az a cuki? Na? Remélem alszik. Persze, hogy alszik. 7 óra 23-kor? Hát ne viccelj, hát persze, azt hogy alszik. Azt hittem, hogy készül a műsorára. Délután, nem? Nem tudom, nem hallgatom. Ez pedig jó. Ja. Már küldtem rá SMS-t. Kuki, vegyet. Van rögzítője? Komszi, komszá? Ha, ez így jó. Kuki alszik. Kuki még alszik. Hát a Kuki el tudná mondani, hogy mire jó a Kuki valójában. Na mindegy, nem, ezt meg akartam tőletek kérdezni, megőrülök ezektől. És ez körülbelül egy-két hete van. Két hete van. Mit énekeltél? Ja, de ez egy régi francia. Régi francia chanson. Ez nem Mireille Mathieu. De ti is észrevettétek, Zsűr, te is? Ugye? Igen, rohadt érdekes. Mindent elárasztott a kuki. És miért nem lehet egy nagy közös kuki elfogadót csinálni? Egyszer megkérdezi a telefonod, egyszer a számítógépet, akarsz kukit? Akarok, de mehetünk az tovább. Az nem fog menni, nem, te is jó. De ha egyszer elfogadom mondjuk az Origon, akkor miért kérdezi? Ha megint megnyitod, miért kérdezi meg újra? Miért jön megint föl a kuki? Ez benne az iszonyatosan idegesítő, hogy újra és újra feljön az oldal, mint hogyha aznap már nem csináltad volna végig ötször ugyanezt a procedúrát. Ez milyen durva, mert figyelik azt, hogy mit böngészel, hogy milyen oldalakat nézel meg, és ez szerint küldik neked az ajánlatokat is, nem? Tehát tulajdonképpen
a te internetes szokásaid alapján egy teljes profilképet meg tudnak rólad rajzolni. Hol vásárolsz, mit nézel az interneten, milyen ember vagy, milyen cikkeket olvasol, mi után kutatsz, milyen kereső szavaid vannak. A felnyitja a mappámat. Hát, a mappádat felnyitják, onnan ömlik majd minden. Ömlik majd a szenny. Tehát, de tényleg így van, hogy mindent, ha akarnak mindent, mindent tudnak rólunk, nem? Mert az okos telefonodban benne van a te életed. Minden. A kereséseid, a böngészésed, a szavaid, a keresőszavaid, az internetes oldalak. Tehát tulajdonképpen tényleg meg tudnak rajzolni egy teljesen egyértelmű profilképet rólad, hogy ki vagy te valójában. Mutasd az okos telefonodat, megnézzük a kereséseidet, és nagyjából megvagy. Nem? De most akkor például az, hogy mennyit nézel olyan felnőtt tartalmat, azt is tudja? Még azon belül, hogy mire keresel rá. Hogy nem? Persze, úgyhogy nagyon vigyázzál. Tudják, de nem hiszik. Nagyon vigyázzál a granny kategóriára. Nagyon kemény. Hát onnantól kezdve, hogy van egy legális felvállalt e-mail címed, onnantól kezdve te megvagy. Vége. Ha van kérdésetek, szívesen válaszolok, Kuki ügyben Aleska küldte nekem. Hogy mi szóra, onnantól kezdve, hogy? Tehát, hogy van egy legális felvállalt e-mail címed, amit tényleg te használsz beazonosíthatóan, és ez mondjuk kapcsolódik a telefonoddal, meg különböző szolgáltatásokkal, amit igénybe veszel, meg oldalakkal, amiket látogatsz, onnantól kezdve te megvagy. Eljöhet az az idő, melyik filmben volt, mondjátok meg ti filmguruk, hogy ment az ember a metróban, és csak azokat a reklámokat... Nem, az egy kicsit későbbi film, szerintem azt láttam még, de ezt csak mesélték, hogy ment a metróban az ember, és csak olyan hirdetést látott, abban sem volt, mert ott még nem volt metró, és azt is láttam, ez egy újabb film volt, ami neki szólt. Amikor ment a metróban, és neki szólt a reklám? Igen. Az a külön vélemény. A külön vélemény, na azaz. Zseniális volt. Na igen, ott már neked szól a reklám tulajdonképpen. Na, gyakorlatilag most ugyanezt történik, csak még a felület nem olyan, nyilván, de csak a telefonodon te például már azt kapod. Amit mondottad. Pontosan, de ez szerintem ez egyfelől marhára pozitív, meg nagyon tetszik, meg nagyon szimpatikus, de ugyanakkor meg ijesztő, rettenetesen ijesztő. Igen. Magyar hangok. Sebestyén Balázs, Rákóczi Ferenc és Vadon János. Hölgyeim és uraim, ez a Morning Show a Klassz FM-en.